Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió esti hírműsorát látják hétfőn este 19 órakor élőben. A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Januártól már napi parkolóbérletet is lehet váltani Kecskemét egész területére. Idén is rekordot döntött a Violin Maraton, több mint 700-an rajtoltak el 3 távon. 7 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a 60 éves nőt, aki tavaly halálra szúrta élettársát. Januártól már napi parkolóbérletet is lehet váltani Kecskemét egész területére a Városrendészet honlapján. Ez az opció különösen azoknak éri meg, akik csak egy napra érkeznek Kecskemétre, vagy külterületeken laknak és szeretnének pár órát eltölteni a belvárosban. Parkolóautók sorakoznak a belvárosban. Sokan csak egy napra érkeznek Kecskemétre, vagy külterületekről jönnek és több helyre is el szeretnének jutni. Nekik lehet különösen hasznos, hogy már válthatnak napi parkolóbérletet is. Ennek az az előnye, hogy akár távolról meg tudja vásárolni interneten keresztül bármelyik adott napra az adott rendszámú gépkocsira az ügyfél, vagy személyesen befárad, akkor is meg tudja venni az ügyfélszolgálatunkon. A bérlet egy adott napra szól, és a város egész területére érvényes. Személygépkocsira 1600, kis teherautóra 2400 forintba kerül. Lényegesen olcsóbb, mert 400 forintos óradíjjal, 4 órás parkolódíjjal tud, vagy 4 órás parkolás árán tud egész nap várakozni. A napi parkolóbérletet a Kecskeméti Városrendészet honlapján lehet megvásárolni. A fizető parkolás legördülő menüpontból az e-bérletet kell kiválasztani. Az oldal alján a regisztráció vásárlásra klikkel, eljutunk a napi bérlet vásárlásához. Ehhez nem szükséges regisztrálni, csak a rendszámot kell megadni, ki kell választani az autó típusát, és hogy melyik napra váltjuk a bérletet. Ebben a hónapban még egyszer viszik el a karácsonyfákat a kukák mellől Kecskeméten. A kukaürítési napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a fákat, még aznap elszállítják a zöld hulladékot. Két alkalmat biztosított városrészenként a Dunatisza közi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. Arra, hogy a lakók elszállítassák karácsonyfájukat. Még egy időpont maradt hátra, tehát aki még eddig nem tette meg, az most kidobhatja fenyőjét. A zöld hulladékért egy külön jármű érkezik majd. A kuka üdítési napon reggel 6 óráig helyezze ki a lakos a már nem kívánt fenyőfáját, és mi egy külön autóval összeszedjük ezt, és komposztálóba szállítjuk be, illetve ugye mivel már egy alkalom lement január hónapban, tapasztalatunk is teljesen pozitív ez ügyben, a lakosság teljesen jó kezeli ezt, kirakja a megadott időpontban, mi összeszedjük. Aki elmulasztja a fát kihelyezni, az a hagyományos zöld hulladék elszállításra vonatkozó szabályok szerint vitetheti majd csak el. Azt, hogy mikor szállítják el a karácsonyfákat városrészenként részletezve, a híres.hu oldalon olvashatják. Idén is rekordot döntött a Violin Maraton, melyet immáron 3. alkalommal rendeztek meg vasárnap Kecskeméten. A Kodály iskolából több mint 700-an rajtoltak el 3 távon. Január 20-án vasárnap rendezték meg az országos hírű, határon túl is meghirdetett futóversenyt, melynek gondolata Juhász Ágnestől a Kodály iskola művésztanárától származik. A hegedű művész nagyot álmodott, és a Violin Maratonnak keresztelt jótékonysági futóversenyt immáron 3. alkalommal rendezték meg Kecskeméten. A futásra évről évre egyre több a jelentkező, és neves művészek is szívesen csatlakoznak. Tavaly előtti évben, ugye, ahogy látjuk itt a fejlődést, egyre több futó látogat el hozzánk, túlnyomó részt vidékről érkeznek a futók. Most a végleges adatokat nem tudom, de jóval 700 fölötti futó érkezett ma városunkba. A jótékonysági futás bevételéből a Kecskeméti Kodály Zoltán iskola szakközépiskolás növendékeinek szakmai fejlődését támogatják. Olyan támogatást tudnak nyújtani ezzel a növendékek számára, melyet az iskola alapítványa nem engedhet meg magának. Saját hangszertámogatást és külföldi kurzusokra való eljutást tud nyújtani a tanulóknak. Több résztvevő is méltatta a versenyt, elmondták, hogy nem ez az első alkalom, hogy részt vesznek a futáson. Nem hiába népszerű országos szinten is ez a program, mivel a jó hangulat és a sportolási lehetőség mellett a jótékonyság is nagy szerepet játszik.
tavaly voltunk 400-an, most leszünk vagy 800-900-an, az évről évre többen, szerintem ez nagyon jó. Tehát ez egy jó kezdeményezés, pont így januárban ez már nagyon jó, mert ilyenkor általában, hogy mondjam, időjárás, ez egy különleges, tehát ritkán fut az ember hóba, meg stb. A maratont három távon hirdették meg. 5, 10 és 21 kilométeren mérettethették meg magukat a futni vágyók. A rajta Kodály iskolától indult, és a belvárost megkerülve érintette a Kodály nevezetességeket. A verseny különlegessége, hogy a futás útvonalán hegedű muzsika csendült fel, sőt, élő hegedű szót is lehetett hallani. A verseny után levezetésképp neves művészekkel lehetett együtt futni. A művészeket és a sportolókat egymáshoz közel húzó verseny 11 órakor rajtolt. Minden távon az abszolút első három férfi és női helyezettek értékes tárgyutalomban, egyedi díjakban részesültek. A maratoni távot Lesi Zoltán és Pászti Edit nyerte meg. Mintegy 400-an demonstráltak szombaton a Kecskeméten a túlóra törvény ellen. A tüntetést azok az ellenzéki pártok szervezték, azaz a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Vasas Szakszervezete, a DAK Szakszervezete és a Liga Démás Szakszervezete, amelyek a demonstráció mellé álltak, és így a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével, a Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével, valamint a kecskeméti postásokkal együtt tüntettek. A vasútkertben gyülekeztek, majd a Rákóczi úton vonultak végig a híros menet résztvevői. A felvonulás során a demonstrálók a kormány távozását követelték. A menet során az egyik tüntető fáklyával fenyegette meg az egyik fotóst. Jól hallható, ahogy egy fiatal próbálja elmagyarázni a mellette álló idős hölgynek, hogy nem szabad fáklyával tönkretenni a médiában dolgozó gépét. A fotós megtakarította objektívét, hogy lássa, történt-e valamilyen kár, de szerencsére nem sérült meg a fényképező. A menettel vonultak fiatalok, akik nem igazán tudták, miért is tüntetnek. Miért tüntettek? El tudjátok mondani valamelyik költök? Hát a rabszolgatörvény ellen. És az mit jelent most? Miről van szó? 400 óra között. De amúgy én csak eljöttem, most megyek egy kört, aztán megyünk haza. A főtéren a beszédek 3:46 körül kezdődtek el. Először a szakszervezetek képviselőitől és civilektől hallhattunk felszólalásokat. Radics Tivadar, a Jobbik önkormányzati képviselője egy slam poetry-szerű szöveggel kezdte beszédét. A politikus hangsúlyozta, hogy szerinte jelenleg nem értékalapú politika zajlik Magyarországon, így leváltaná a jelenlegi kormánypártot. Falusi Norbert, az LMP önkormányzati képviselője azzal kezdte beszédét, hogy ők a munkavállalók érdekeiért harcolnak. Elmondta, a haza akkor erős, ha a dolgozók jól élnek és szabadságban képzelhetik el a jövőjüket. Bodrozsán Alexandra, a Momentum megyei elnöke, a több mint 100 000-es lakosú városban kijelentette, hogy a jelenlevő 400 fős tüntetőcsoport a többség. A politikus védelmére kelt a decemberi kecskeméti tüntetés diák felszólalójának, Nagy Blankának, aki akkor ocsmány trágár módon minősítette a fideszes politikusokat. Ezt követően a 400 fővel megszavaztatta, hogy inkább Nagy Blanka legyen Magyarország miniszterelnöke. Király József, az MSZP képviselője beszédében kiemelte, hogy az évek során kialakult egy diktatúra, amit sokan a fotelekből néztek végig. Ez alatt az időszak alatt nézték azt végig az emberek, ahogy a politikai pártok cívódnak. Most azonban úgy gondolja, eljött az idő az összefogásra. Szerinte csak a politikai pártok, a szakszervezetek és a jó érzésű magyar emberek tudják áttörni a mostani Orbán kormány által fölállított falat. Szőkéni Kopping Rita, a DK önkormányzati képviselője megköszönte, hogy Kecskeméten ismét engedélyezték a tüntetést. Megköszönte továbbá azoknak a helyi embereknek is a türelmet, akik bár nem vettek részt a tüntetésen, de türelmesen megvárták, amíg a demonstrálók elvonulnak. A politikus is utalt Nagy Blanka december 20-ai beszédére, mint mondta, kicsit elvitte a hív, de azt hiszem őszintén beszélt. A tüntetők a beszédek végén üzeneteket írtak két fehér táblára, amelyet a kecskeméti önkormányzatnak, valamint a kormánynak szántak. Lopás és rongálás miatt fogtak el egy 20 éves férfit Kecskeméten. A gyanú szerint pénteken hajnalban betörte egy parkolóautó ablakát, és onnan pénztárcát lopott. A rendőrök pár órán belül elkapták. A kecskeméti járőrök január 18-án hajnalban igazoltattak egy 20 éves helyi lakost,
Később derült ki, hogy nem sokkal korábban a Tatai András utcában valaki megrongált egy parkoló járművet. A Renault Trafic egyik kilincsét leszakították, a jobboldali első ablaküvegét betörték és eltulajdonítottak belőle egy pénztárcát. Ezután a közeli kamerákat is leverte valaki. A helyszínre érkező készenléti rendőrökkel a kecskeméti járőrök megosztották az igazoltatás információit. Kiderült, hogy a bűncselekmény elkövetésének közelében történt. A személyleírás alapján az egyenruhások a közelben elfogták a korábban igazoltatott férfit, aki beismerte tettét. Vele szemben lopás vétség és rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntető eljárás. A gyanúsított jelenleg szabadlábon védekezhet. 7 év letöltendő börtönbüntetése ítélte a kecskeméti törvényszék azt a 60 éves kiskunfélegyházi nőt, aki tavaly egy veszekedés során halálra szúrta élettársát. Bár a vádlott körülményei miatt viszonylag enyhébb büntetést kapott, további enyhítésért fellebbezett. Saját tette súlya alatt megrendülten, de szabadlábon érkezett a bíróságra V. Istvánné. A 60 éves kiskunfélegyházi nő tavaly április 7-én este ugyanis annyira összeveszett több mint 20 éve vele lakó élettársával, hogy egyetlen szúrással elvette az életét. A vádirat szerint a nehéz anyagi körülmények között élő pár az utóbbi években egyre komolyabb konfliktusokban keveredett egymással, és egyre több alkoholt fogyasztottak. Tettlegességre azonban soha nem került sor kettejük között. Véné szerint ezen a napon, rámáskor nem jellemzően, ő is megivott 3-4 deci vodkát, mert rendszeresen italozó párjának újabb tartozásai derültek ki. Egész nap veszekedtek emiatt, majd amikor a férfi lefeküdt az ágyára, és nem akart tovább beszélni a nővel, az egy 18 centis élő késsel rá akart ijeszteni, de a férfi kinevette. A gúnyos reakció elszakított a nőben valamit, amit állítása szerint sok hasonló megaláztatás előzött meg. Egyetlen készszúrással megölte élettársát. A kiszabható 5-től 15 évig terjedő lehetőségből a bíró nem jogerősen 7 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte az asszonyt. A büntetlen előélet, a megbánás, a beismerés, a nő súlyos betegségei enyhítő körülményként befolyásolták a büntetést, míg az ittasság és hogy közeli hozzátartozó ellen követte el tettét súlyosbították tette megítélését. Az ügyész tudomásul vette a 7 év börtön tartalmazó ítéletet. De mivel Véné és védője enyhítésért fellebezett, az ügy másodfokra a szegedi ítélőtáblához kerül. Addig is a nő büntető felügyelet alatt marad, vagyis lakhelyén bizonyos feltételek mellett szabadon mozoghat. A Nemzeti Kulturális Alap több pályázatán is eredményes volt a Hírös Agóra és a Kecskemét Film Kft. Filmes tematikájú programok megrendezésére és az otthonmozi fejlesztésére nyertek támogatást. A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. 18 millió forintos támogatást nyert el idén a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezésére. A Nemzeti Kulturális Alap Filmművészet Kollégiumának döntését minősített többséggel szavazták meg, így a 14. KAF és a 11. Európai Animációs Játékfilm és TV-film fesztiválra fordíthatja a Kecskemét Film Kft. Az összeget. Emellett azonban még több helyről van szükség támogatásra, hogy az 5 napos programdömping létrejöhessen. A filmes tematikájú programok megrendezése kategóriában a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ a Metropolis Filmnapok 2019-es programjára nyert 500 ezer forintot. További 1 millió forintot költhetnek az otthonmozi infrastruktúrális fejlesztésére, az alap ezzel is támogatja a kecskeméti Art mozit. Az Agóra közönség komfortérzetének növelésére fordítja az összeget. Itt megvalósul a nézőtéri és a lépcsővilágítások korszerűsítése és fejlesztése. Szokolai Zoltán tartott szerzői estet szombaton a Hírös Agóra Kulturális Központban. A találkozót a Bács-Kiskun megyei költők és írók baráti köre szervezte. Igéim, vérem szólva szórtam. Nem kérdeztek, csak válaszoltam. Szokolai Zoltán költészetével ismerkedhettek szombaton a Bács-Kiskun megyei költők és írók baráti körének találkozóján az érdeklődők. A versekhez dr. Turai Gábor Kamil költő esztéta mondott bevezetőt. Szokolai Zoltánra nagyon korán, ifjúkorában figyelt fel a szakma, ugyanis az avatott költőiség sugárzott a lényéből, fogalmazott az esztéta. Sokan nem tudják, hogy a költő nagybátyja Szokolai Sándor Kossuth-díjas magyar zeneszerző volt. Szokolai Zoltán óriási magas
fordulatokat és mélységeket élt át pályája és élete során. A szónok szavaival élve megélte és belakta a 20. század minden egyéni és társadalmi poklát. Olyan bűnöket kentek rá, amelyeket nem követett el. Gyermekéért harcolt, és ezt az idézőjeles gyengeségét, gyengéjét ki tudták használni a hivatásos besúgók. A bevezető után a költő verseit saját előadásában hallgathatta meg a közönség. És végül sport győzelmi sorozatot produkáltak a hétvégi bajnoki mérkőzésen a kecskeméti klubok. Férfi kosarasaink, valamint röplabda csapataink is győzelemmel zárták a fordulókat, sport összefoglalón következik. Péntek este a KTL Duna Aszfalt az Albafehérvárt fogadta a Messzi István sportcsarnokban. Egy újabb fantasztikus hangulatú mérkőzésen magabiztos játékkal győztük le a Fehérvárt. Bár az első fél időben nagy részt a Fehérvár vezetett, a fél időre 50-47-es előnnyel mehettünk. A harmadik negyedben 22-8-as eredményt produkált csapatunk, amit az utolsó negyedben már nem tudott ledolgozni ellenfelünk, 94-79-es győzelmet aratott a Kecskemét. A HÉP KRC megkezdte a 2019-es évet. Vasárnap este a MAFC csapatát látták vendégül. A kecskeméti férfi röplabdások az Extraliga alapszakaszának első mérkőzésén a Messzi István sportcsarnokban. A hosszú és izgalmas összecsapás 3-1-es kecskeméti sikert hozott. Tökéletes főpróbát tartott tehát a HÉP KRC a szerdán megrendezésre kerülő Kaposvár elleni kupamérkőzésre. Vasárnap este a HÉP röpkes az MVSC-MVSI csapatát fogadta az MB2-es bajnokságban, az Árpádvárosi sportcsarnokban. Csapatunk 3-0 szett arányban győzedelmeskedett hazai pályán, a vendég Miskolc csapatával szemben. Lányaink az egész mérkőzésen végig dominálták a szetteket, amely meg is hozta a győzelmet a Miskolci csapattal szemben. Az első szettet 25-7-re, a másodikat 25-15-re, a harmadik szettet 25-14-re nyerte meg. És ennyi fért hétfőn a híres hírekben, most megmutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Januártól már napi parkolóbérletet is lehet váltani Kecskemét egész területére a Városrendészet honlapján. Ez az opció különösen azoknak éri meg, akik csak egy napra érkeznek Kecskemétre, vagy külterületeken laknak és szeretnének pár órát eltölteni a belvárosban. Idén is rekordot döntött a Violin Maraton, melyet immáron harmadik alkalommal rendeztek meg vasárnap Kecskeméten. A Kodály iskolából több mint 700-an rajtoltak el 3 távon. 7 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a kecskeméti törvényszéken azt a 60 éves kiskunfélegyházi nőt, aki tavaly egy veszekedés során halálra szúrta élettársát. A vádlott enyhítésért fellebbezett. Ebben a hónapban még egyszer viszik el a karácsonyfákat a kukák mellől Kecskeméten. A kukaürítési napon reggel 6-ig kell kihelyezni a fákat, még aznap elszállítják a zöld hulladékot. A híradó most véget ért, de a hírórát folytatjuk a kiemelővel, amelybe ma vendégeink lesznek a 118. Kalazanciós cserkészcsapat fiataljai, akikkel hát mi másról a cserkészetről, illetve jó hírekről, megújuló cserkészházakról fogunk beszélgetni. Aztán megmutatjuk azt is, hogy mit árultak el a legjobb fodrászok társaiknak az idén trendi frizurákról, és mesterségekkel fogjuk folytatni, mert hogy a mesterségek nyomában járunk majd utána érdeklődő fiatalokkal. Ha lemaradtak híreinkről, akkor keressék azokat a hírportálunkon, a címhíres.hu, vagy nézzék a híres hírek ismétlését a szokott időpontban 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7:30-9-kor. És tudják valamennyi műsorunkat, így a híradót is teljes egészében újra tudják nézni a webportálunkon, a kecskemititv.hu-n. Friss híradóval legközelebb holnap este a szokott időpontban 7 órakor várjuk Önöket, nézzenek minket akkor is. Most további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!
Kedden délen és keleten számíthatunk hószállingózásra, kisebb havazásra. Nem lesz jelentős a légmozgás. Az erősen fagyos reggelt követően délután -2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdára erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, és sokfelé számíthatunk csapadékra, az Alföldön elsősorban eső, havas eső lehet a jellemző. Többfelé megélénkül az észak-keleti szél. Az újabb fagyos reggelt követően délután -3, +3 fokot mérhetünk. Csütörtökön és pénteken is előfordulhat időnként csapadék, mely elsősorban havas eső, illetve eső, néhol esetleg ónos eső formájában hullhat. Az északi szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Csütörtökön 0 és +6, pénteken -4 és +3 fok közötti maximumokra van kilátás. És ahogy ígértem, folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Jó estét kívánok! A mai magazinunkban a 118. Kalazancius cserkészcsapat fiataljaival beszélgetünk, a cserkészek életéről és a Kecskeméten is megújuló cserkészházakról, cserkészházról. Aztán megmutatjuk azt, hogy mit is árultak el a legjobb fodrászok a társaiknak az idén trendi fizruákról, és végül híres mesterségek nyomába járunk majd érdeklődő fiatalokkal. Tartsanak velünk, kezdünk! $444 millió újítanak fel cserkészházakat, köztük egy kecskemétit. Kormányzati támogatással újít fel a Magyar Cserkész Szövetség 3 ingatlant Miskolcon, Kecskeméten, illetve Nagykovácsiban. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára több mint 100 éve működő cserkészmozgalmat méltatva azt mondta, a teljes mértékben önkéntességre épülő szervezetben a legfontosabb értékek a természet tisztelete és a szeretete, a hazaszeretet, a hit és a közösség. Cserkészeket üdvözölhetünk a stúdióba, Zöldi Kovács Gábor csapatparancsnok és Labanc Ábel cserkész, a 118. Kalazancius cserkészcsapattól ül itt a stúdióba. Jó estét kívánok, üdvözöllek titeket! Jó estét! Ez egy elég súlyos, komoly politikai adatokat is tartalmazó felkonfolt, de már most mondom, hogy nem lesz ennyire komoly témájú a beszélgetés, mert tényleg a cserkészetnek a szépségére hívjuk fel majd a figyelmet. De azért azt mondjuk már el, hogy itt született egy politikai döntés, amelynek során nagyon nagy lehetőséget kapott a kecskeméti cserkészet. Miről van szó, melyik ingatlan az, amit majd felújítanak vélhetően? Tehát a Magyar Cserkész Szövetség itt körülbelül 3 éve kapott egy ingatlant, a városi mozi mellett van, ez régen óvodaként üzemelt, és jelenleg ezt kaptuk meg. Ez egy romos állapotban lévő ingatlan, nem tudjuk használni a mostani formájában, és ennek a felújítására kaptunk most támogatást. Ugye 444 millió forint 3 különböző városban, azt hiszem, hogy ez tényleg egy szép összeg, tehát szépen meg tud újulni ez az épület, és külön kérted azt, hogy nagyjából te erről a projektről nem fogsz tudni beszélni, de mi az a funkció, amit jónak látnátok egy ilyen hatalmas beruházásnál? Van már előttünk egy példa Nagykovácsiban, ott egy kastélyt újított föl a Magyar Cserkész Szövetség. Az egy rendezvénytérként üzemel, illetve jelenleg is üzemel mellette egy szálláshely, ami majd ebből a pénzből felújításra kerül. Itt a cserkész programokon kívül civil rendezvények is vannak. Itt Kecskeméten szeretnénk egy közösségi házat ebből létesíteni, tehát más közösségek céljaira is föl lehet majd ezt használni, illetve szálláshelyként is funkcionálhatna, de ez még nagyon az ötletelés fázisban tart, hogyha jól tudom, akkor egy év van ennek a megtervezésére. Tehát akkor tegyük hozzá, hogy és nyugodtan kimondhatjuk, hogy valamilyen szinten egy profitorientált intézmény is lehetne ez, aminek a bevétele támogatná a helyi cserkészeket. Kecskeméten ugye itt most a 118. Kalazancius cserkészcsapatot képviselitek. Igen. Hány cserkészcsapat van és mennyien vagytok összesen? Jelenleg 3 cserkészcsapat van Kecskeméten. Körülbelül egy olyan 250 fővel működünk.
hogyha jól tudom. Három iskolához kötődünk. Mi itt Kecskeméten iskolákhoz kötődünk. Mi a piarista iskolától jöttünk, de a református iskolában is, és a Szent Imre iskolában is működik cserkész csapat. 250 fő az szerintem országos viszonylatban is azért egy erős létszám itt Kecskeméten, nem? Igen, igen. Hát országosan ugye 12 ezeren működünk. Itt mi szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy ennyien vagyunk. Egyébként máshonnan is várunk érdeklődőket, tehát nem csak az iskoláktól. Bárki, akit érdekel, oda jön hozzánk és tud csatlakozni, erre sok példa is van. Kaptam tőletek egy nagyon jó kis összefoglalót, aminek az a címe, hogy Mi fánterem a cserkészet. És tényleg egy nagyon okos kiadvány, nagyon színesen és nagyon jól illusztráltan mutatja be a ti mindennapjaitokat. És azonnal Ábelhez fordulunk, de előtte hagyd kérdezzem azt meg, mint csapatparancsnokot, hogy mennyire jó hívó szóma a cserkészet, mennyire kell nektek a fiatalokat vadászni? Szerencsére jönnek. Tehát ahol ismerik a cserkészetet, ott azért sosincs gond a toborzással. Gyakran már nem bírjuk vezetővel, tehát népszerűek vagyunk, ugyan kevesen ismernek, de népszerűek vagyunk. No, Ábelhez, Labanc Ábelhez fordulok. Elárulok egy titkot, amit én itt megtudtam tőletek, egy éve vagy cserkész, és már komoly ambícióid vannak. Miért lettél cserkész? Miért fontos neked ez az egész pozíció? Én azért lettem cserkész, mert szeretek túrázni, táborozni, meg itt jó barátokat lehet szerezni. És mi az az ambíció, vagy mi az a... Tudom, hogy így egy ötödik osztályos gyereknek ezt így odaszegezni a kérdést, hogy milyen jövőképet látsz egy ilyen lehetőségben, de mégis a cserkészet neked hosszú távon mit jelentett? Hát én szeretnék majd őrsvezető lenni, és felnőtt koromban is cserkészetben aktívan részt venni. Ha a saját kis környezetedet nézzük, az osztálytársakat, barátokat, akkor többen vagytok cserkészek? Az osztályból igen, többen vagyunk cserkészek. Amikor itt kezdtük a híradót, még gyorsan hozzászegeztem egy kérdést, hogy amikor te eldöntötted, hogy cserkész leszel és hazamentél, akkor a szüleid tudtak valamit a cserkészetről, vagy számukra is új volt, és ezt az életérzést te mutattad meg nekik? Igen, tudtak már a cserkészetről, és ők is szorgalmazták, hogy legyek cserkész. Gáspár, ismételten hozzád fordulok, de mint csapatparancsnokhoz. Ugye nagyon sokan azt gondolják erről a mozgalomról, hogy ez valamilyen szinten egy nagyon erősen centralizált, egy hierarchikus felépítésű, amúgy valóban egy hierarchikus felépítésű szervezet, de hogy ez valahol a kisdobos úttörő múltnak a folyamánya és hagyománya, holott régen nem erről van szó, és ez egy sokkal színesebb, életszagú történet. Tehát valóban annyit hozzáfűznék, hogy a cserkészet volt hamarabb, és utána ebből csináltak egy úttörő mozgalmat. A hierarchikus felépítés az most is megvan, tehát jelen van, jelen fogható a szervezetben. Ugyanakkor ez egy, hát mondhatni, ez egy trendi szervezet, vagy legalábbis azzá szeretnénk válni. Ez egy világméretű szervezet, ahol találkozunk is más országokból jött cserkészekkel, vannak nemzetközi táboraink is, közép-európai cserkész találkozók vannak, európai találkozók, de vannak világtalálkozók is. Például jövőre Amerika és Kanada szervezi ezt, tőlünk a csapatból is megy egy lány erre. Tehát ezeknek a fiataloknak azon túl, hogy részt vesznek egy nagyon jó mozgalomban, komoly nemzetközi kapcsolatépítési lehetőségeket is ad. Hát azért mondjuk már hozzá, hogy olyan világsztárok, mint második Erzsébet, aki nem egy klasszikus világsztár, de ő is cserkész volt, vagy Michael Jordan, vagy a magyarok közül Zente Ferenc Sinkovics is cserkész volt. Tehát azért az is fontos, hogy valóban egy karrier lehetőség, ha fogalmazhatunk így, de talán pont ezért vonzó a fiataloknak. Igen. Hát a legismertebb ilyen nemzetközi cserkésztár az Bear Grylls, talán ismerik sokan a túlélő műsoraiból, ő volt az angliai főcserkész például. Az év elején vagyunk, tudunk-e már olyan programokat, amelyet a helyi cserkészeknek, a csapatoknak szerveztek? Mit terveztek 2019-re? Igen. Mi inkább a tanév, iskolai tanévhez igazodunk, de folyamatosan vannak programjaink. Szeptembertől indul egy toborzó időszak, ott nagyon sok ember, gyereket várunk, érdeklődőt, aki még nem cserkész, de most például háromnapos túrát szervezünk Somogy megyébe,
az lesz majd március 15-én, illetve már elkezdtük a nyári tábornak a szervezését is, éppen tegnap jöttünk haza egy táborhelynézőről, illetve itt Kecskeméten is tartunk programokat, most is fut egy akadályverseny itt a belvárosban, lehet találni pontokat, hogyha valaki figyelmesen néz, illetve tehát tényleg folyamatosan adhok rendezvényekkel várjátok a fiatalokat. Ábel, a te korosztályodra leginkább az jellemző, hogy főleg, ha jön a szünidő, akkor beülnek a számítógép mögé, a közösségi oldalakon élik a társas és közösségi kapcsolataikat. Ellenben te mégis azt választottad, hogy táborozni mész, sokszor a szüleidtől távol vagy. Ez számodra egy fontos szempont volt? Igen, hogy sok a tábor, túra, meg jó programok vannak. Én most azt fogom majd kérni a csapatparancsnokottól, hogy mondjuk olyan elérhetőségeket, ahol tudnak érdeklődni a fiatalok a cserkészet iránt, de te két mondatban mit üzennél azoknak, akik most itt kacérkodnak azzal a gondolattal, hogy felkeressenek titeket? Hogy mindenképpen jöjjenek cserkészkedni, nagyon jó közösség van, jó foglalkozások, meg a táborok is jók. És gondolom a természet is, a természet közelsége is ebben a szervezetben elérhető. Gáspár, tényleg azok a fiatalok, akik most akár az iskoláikban nem találkoznak ezzel a lehetőséggel, hanem most itt a tévéképernyőjén néznek minket, hol tudnak érdeklődni? Elsősorban ajánlom, hogy interneten keressenek rá Cserkész Kecskemét kulcsszóra, vagy ahol laknak, és mindegyik csapatnak itt Kecskeméten van külön honlapja, ahol az elérhetőségeket megtalálja. De aki mondjuk nem kecskeméti, nem talál a közelében csapatot, az a cserkész.hu-n tud egy ilyen csapatkereső funkcióba magának csapatot keresni bárhol az ország területén, ott segíteni fognak. És én azt hiszem, hogy a mai fiataloknak akkor, amikor egy kicsit ilyen gyökértelen világban vagyunk, nagyon fontos az, hogy tényleg egy valós fizikai húsvér közössége legyen. Úgyhogy én ezt a kiadványt, ez külön önmagában megérne egy 10 perces beszélgetést. Nagyon-nagyon javaslom nektek is, hogy juttassátok el minden fiatalhoz. Hát akkor egy sikeres új évet kívánok, és Ábelnek pedig azt kívánom, hogy hamarosan érje el az első pozícióját. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok, folytatjuk a kiemelőt. Fodrászokkal telt meg a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara Platter János konferencia terme. Ma délután tartották a Kamara Fodrász Klubjának első rendezvényét, ahol a farsangi és báli szezon frizurái mellett a férfi hajstílusokkal lehetett megismerkedni. A rendezvény célja a szakmai összetartás és az utánpótlás segítése. Ezt a párnát igazából azért képeztem és készítettem ide, hogy ezeket a hullámokat ráfésüljen. Szürke február színes farsang címmel várta az érdeklődőket a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara Fodrász Klubja. A farsangi időszak miatt a szakmai szövetség első rendezvényén az alkalmi frizurákról tartottak bemutatókat. A kecskeméti Hintenberger Máté, a Magyar Fodrász Bajnokság összetett első helyezettje is igyekezett átadni tudását. Igazából ezek a frizurák így technikailag azért egy-két részlete azért elég nehéz kivitelezni és megfelelő módon megfésülni, tehát sok gyakorlást igényel, ugyanúgy részemről is ez megtörtént, úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok annak kapcsán, hogyha ezt a frizurát látja és tetszik neki esetleg, és első lépésre nem sikerül pont ugyanígy, akkor a későbbiekben ne adja fel, hanem ugyanúgy gyakorolni és csak nézni a divatot és haladni előre. A szakmai rendezvényre sokan voltak kíváncsiak. Bács-Kiskun megye szakképzési intézményeiből a szépészeti ágazat végzősei, tanárai, oktatói vettek részt. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az iskolákkal, és ez nagyon fontos, a tanulókat is nagyon inspiráljuk arra, hogy minél több versenyen vegyenek részt, hiszen ha a versenyen nem érnek el az első időszakba eredményt, de rengeteget fognak ezzel tanulni, fejlődni szakmailag, az időbeosztásuk szempontjából, és nagyon örülünk, hogy a szakoktatók elfogadták a meghívásunkat, és részt vesznek ezen az eseményeken. A bemutatott tippek és trükkök, valamint a női frizurák mellett a férfi hajstílus divatról is hallhattak az érdeklődők, de azt mindenki hangsúlyozta, hogy a versenyeken lehet a legtöbb tapasztalatot szerezni.
A versenyzés az mindig naprakész dolgokat láthatunk, technikákat, és onnan nagyon sokat lehet inspirálni, de most már manapság igazából az internetet csak bárki felkattint, és kicsit kutakodik, akkor rengeteg olyan információhoz jut, ami a naprakész dolgokat igazából segíti. A Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara frissen alapult Fodrász klubjának célja a szakemberek összefogása, a tudás önzetlen megosztása és az utánpótlás nevelése, a szakma fejlődésének segítése. Nagyon szeretnénk, ha mind a tanulók, mind a gyakorlati oktatók és szakemberek, fodrászok, mesterek összetartanának, inspirálódnának olyan szakemberektől, mint például a mai napon is a versenyzők, elismert szakemberek munkáját tudnák figyelemmel kísérni, akik önzetlenül osztják meg azt a tudást, amivel rendelkeznek. Az internet és a külföldi tanulmányok miatt ma már azonnal érezhető az aktuális divat, ezért a fodrászoknak nehéz feladata van. A divat azonnal itt van, és amit meg kell szoknia a fodrászoknak, hogy ha valami újdonságot látnak, akkor gyakorolni kell. Tehát ahhoz, hogy teljes készenlétbe felkészülten tudjanak akármilyen eseményre készülni, akár egy bárra, egy báli szezonra, farsangra, az inspiráció kevés, több időt kell foglalkozni azzal, hogy a megálmodott frizurát gyakorolják, és ne csak akkor készítsék el, amikor éppen a vendég a székbe ül és kérjék. Tehát napra késznek kell lenni. Idén a tervek szerint negyed évente megtartják a fodrászklubot, ahol mindig az aktuális eseményeknek megfelelő, vagy az évszakhoz illő trendeket és stílusokat mutatják majd be. A Híres Mesterségek program utolsó állomásán vettek részt ma délután a 3., 4. és az 5., 6. osztályos diákok. Tarabcsik Sándor könyvkötő mester a szakma rejtelmeibe vezette be a gyermekeket. Lelkes gyereksereg hallgatta ma délután a könyvkötészettel kapcsolatos tudnivalókat Tarabcsik Sándor mesterembertől, aki már 55 éve foglalkozik ezzel a szakmával, és ma már saját családi vállalkozását vezeti. Szerencsés ember vagyok, mert az édesapám, az édesanyám és a fiam is ezzel a szakmával töltötte ki az életét. De az édesapám is közel 40 évig dolgozott, még élt az utolsó percig, és az édesanyám az pedig 36 évig, ha jól tudom. A fiam meg most már 20 éve túl van ebben a szakmával. Hát remélem, tovább fogja vinni ezt a szakmát, ha én már nem leszek. Bársonyborítású több száz éves, de még elefántbőrből készült könyveket is forgathattak a kezükben a diákok, miközben tanulhattak a mesterségről. A gyerekek maguk is részt vehettek a könyvkötészetben, úgynevezett mini könyvek készítésével. Kipróbálhatták, hogy működik a ragasztás, hajtogatás, fedőlap készítés technikája. A könyvkötő mester beszámolt legfontosabb munkáiról is. A legfontosabb munkánk, amit a háttérben, ugye nem tudom, láthatója, a Magyar Parlamentnek most kötöttünk nem régen újságokat, azt a fiam nem a közeljövőben fogja felszállítani. Akkor dolgozunk a NAV-nak, közél, tehát kórházaknak, közintézményeknek, félegyházán, a polgármesteri hivatalnak, kiskörösnek. A Kecskemét város 650. évfordulójának megünneplésére létrehozott programsorozatot a híres mesterségek közül a könyvkötészet zárta. A gyerekek elmondták a véleményüket az utolsó foglalkozásról is. Én nekem ez a könyvkötészet tetszett a legjobban. Nekem ez tetszett eddig a legjobban. A programban résztvevő könyvkötőmestert nem hiába kérték fel a szakma bemutatására. Az évek alatt valamit letettem az asztalra, gondolom, hogy az ér. De meg hát ez maga az 55 éve, 55 évi munka is, meg hát azért Kecskeméten elismert. Nem csak Kecskeméten, mondhatnám azt, hogy nagyon a világon sok helyről jönnek ide hozzám, és valószínű azért, hogy valamit letettem az asztalra az életem során. Az ismeretterjesztő helyismereti közösségi játékok lezárásaként a mesterségek farsangján vesznek részt a diákok, ahol a program folyamán kitöltött feladatlapok összegzéseként eredményt hirdetnek a szervezők. A tanulmányi túrában résztvevő gyerekek legjobbjai könyvjutalomban, valamint jutalomkirándulásokban részesülnek. A következő 10 perc a kisállatokról fog szólni, a kedvenc magazinunk következik.
üdvözlöm Önöket! Idén is jelentkezik a Kecskeméti TV kisállatmagazinja, a kedvenc. Január első napjaiban elkoborolt és talált kutyák képeivel telt meg a legnagyobb közösségi oldal. Az állatmentők ezekben a hetekben fáradtságot nem ismerve igyekeznek segíteni a bajba jutott kutyusokon. A Menhely az Állatokért Alapítvány közösségi oldalán keresi azokat a gazdikat, akiket csip segítségével nem lehetett megtalálni. Ennek oka lehet, hogy nincs csip a kutyában, vagy nem regisztrálták a PetVet data adatbázisban. 14 nap után a kutyusok megkapják oltásaikat és ivartalanítják őket. Ezután örökbefogadhatóvá válnak. Einstein január elején ebben a szerencsében részesült, éppen azon a napon, amikor stábunk a Menhelyen járt. Tegnap kereskedtem egy kutyusnál, nekem több kutyám van, és tegnap meghalt egy másik, és akkor helyette vinném. És hát volt egy másikat, de azt már örökbe fogadták, és akkor őtet megláttam, van ilyen hasonló kutyám. És kis termetőre az a lényeg, hogy kis termetőre legyen, meg cicákkal jó el legyen, mert cicáim is vannak. És hát jött megláttam, és szóval, hogy akkor őtet elviszem. És miért döntött úgy, hogy innen a Menhelyről választ egy kutyát? Hát nekem minden kutyám befogadott kutya. Az uszkár jellegű kutyust eredetileg Hopinak hívták. A Menhely vezetője szerint azért ragadt rá az Einstein név, mert kiemelkedő intelligenciával rendelkezik. Az állat új gazdiak karjaiban először kissé bátortalan volt, de aztán egyre jobban felszabadult. Hát szia! Bizony, hát én leszek az új gazdit nekem. Szobakutyák lesznek, hát ők bent alszanak. Van nagy kert, udvar, jó idő van, kint vannak, egyébként meg bent velem. A Menhelyen folyamatosan 250 és 350 közötti a kutya létszám, ami nagyon sok. A kennelek telítettek, lassan az udvar legapróbb kis zuga is be van rendezve a kutyáknak. Tavaly évben 339 kölyök és 945 felnőtt kutya érkezett be, tehát majdnem elértük az 1003-as bűvös számot. Bízom benne és kívánom a gazdáknak, hogy a 2019-es évben kevesebb kutya kerüljön be hozzánk, és aki bekerül, azt az összeset vigye haza a gazda. A január különösen nehéz időszak a Menhely munkatársai számára a szilveszteri tűzijátékozás és petárdázás miatt. Ráadásul idén kiugróan sok kutya érkezett. Az első két nap mérlege 14 felnőtt és 3 kölyök kutya volt. Nem csak elsőjén kezdődött ez a szilveszteri petárdázásos kutyaszökős kedvenc napjaink, amikor tényleg reggeltől késő éjszakáig megyünk és gyűjtjük be a kutyákat, hanem már 29-én, 30-án is elkezdtek tömegesen beérkezni a kóborló állatok. Lehet, hogy egy ilyen elősétálást csináltak, föltérképezték a terepet. 6-8 kutya került be naponta, napi szinten, ami nagyon-nagyon nagy szám, nagyon magas létszám. Ezt a tündéri kutyust éppen akkor hozták be, amikor stábunk is megérkezett a Menhelyre. Őt anno tőlünk fogadták örökbe, itt a Hunyadi városban lakik, és hát úgy néz ki, hogy szeret város nézni, amikor a gazda nincs otthon. Most negyedjére vagy ötödjére van bent, úgyhogy nagyon kedves fiatalember kihozta, hogy találta a Hunyadi városban, leolvastuk a csipet, rögtön felismertem a kutyát, és fölhívtuk a gazdát, aki meglepődött, mert reggel még otthon volt a kutya. A kutyus gazdájával egyből fel tudták venni a kapcsolatot. Azt ígérte, még aznap eljön kedvencéért. De nincs minden kutyának ekkora szerencséje. Nagyon-nagyon sok kutyát ütöttek el, tehát még azért ez nem csöngött le, egy egész januárban rengeteg kutya fog hozzánk bekerülni, amik már régebben elszöktek, és valahogy csak később kerülnek be, később látják meg, később jelzik nekünk, hogy bekerülhessen ide a kutyus, de sajnos nagyon-nagyon sokat ütnek el, igen, és akkor tetemként kerül be, ott is leolvassuk a csipet, ami csipes, ott is értesítjük a gazdát, hogy tudjon róla, hogy sajnos mi történt az állattal. Andrea örömteli tényként említette, hogy 8 éves küzdelmük azért, hogy minden kutyát csippel lássanak el és ivartalanítsanak, nem volt hiába való. A bekerült kedvencek nagy részében ugyanis volt csip. Fontos, hogy ellenőrizzük, hogy annak idején az állatorvos regisztrálta a kutyust a PetVet data adatbázisban. Ha ez nem történt meg, a Menhely munkatársai ebben is segítenek. A télnek nagyon sok szép velejárója van. Gyönyörű fehérbe öltözik a táj, lehet hóembert építeni, vagy akár hócsatázni is. De nem csak az emberek élvezhetik a téli időjárást. A kecskeméti vadaskertben az állatok is bundát cserélnek, és hemperegnek a hóban.
Így üdvözölt bennünket a kecskeméti vadaskert egyik szibériai tigrise. Van oka a jó kedvre, ugyanis ez az állatfaj kifejezetten szereti a havat. Vannak olyan állatok is, amelyek teljesen átváltoznak télen. Elsősorban ami látványos, az a külső változás. Például a sarki rókánál a nyári szürke, vékony bundája helyett most egy gyönyörű hófehér bundát vesz föl. Így a termete majd, hogy nem kétszer akkora lesz, de ez nem abból adódik, hogy meghízott, hanem a bundája sokkal vastagabb, sokkal dúsabb lesz, hiszen így védekezik a hideg ellen. Illetve nem is az, hogy védekezik, hiszen lehetősége lenne a kotorékban bent befeküdni. Viszont ha megnézzük nap mint nap, szinte mindig kint van és kint fekszik, mint ahogy a farkas is, és a mögöttünk látható szibériai tigris is. Hógolyó imádja a havat, épp úgy, mint a fehér farkas, ami szintén gyönyörű bundát ölt térre. A vadaskertben számos afrikai állattal is találkozhatunk, akikről úgy tudjuk, hogy a meleget szeretik, azonban például a strucc és az emúkként futkározik a kifutóban. Vagyis nem viseli meg őket annyira a hideg idő. De természetesen akadnak olyan fajok is, amelyek fűtött helységben vészelik át a telet. Vadaskertünkben is nagyon sok afrikai állat található. Struccok, vagy az Ausztráliából az emúk lepe. Ezek az állatok azt gondolnánk, hogy annyira nem szeretik a telet, illetve próbálnak behúzódzkodni, de nem így van. Ha megnézzük, hogy struccok is ugyanúgy kint vannak a havas tájon, vagy ezek a futómadarak is, viszont vannak olyan állatok, a majmok elsősorban, illetve a papagájfélék, illetve a szárazföldi teknősök, amik viszont nem nagyon szeretik, és ezeket az állatokat óvjuk is a hidegtől. Fűtött helyiségekben vannak, illetve például a teknősöket, őket behelyezzük, bevisszük az oktatóterembe, és ők ott telelnek ki. Az oroszlán pedig épp csak kidugja a fejét a melegből, mivel eredetileg ők is az afrikai szavannák éghajlatához szoktak. Ettől függetlenül olykor kimerészkednek a hóba, és ellenőrzik a felség területüket. Nem csak a tartósan alacsony hőmérséklet okozhat gondot télen az állatoknak, hanem az élelemhiány is. Mint megtudtuk, mindig figyelnek arra, hogy ilyenkor energiadúsabb ételeket adjanak a vadaskert lakóinak. Azt gondolnák az emberek, hogy azért költöznek el a gólyák, mert nem szeretik a hideget, nekik nem a hideggel van gondjuk, hanem az élelmiszerrel, tehát hogy nem találnak táplálékot, és ezért is van ez egyébként, hogy nem csak a gólyáknál, hanem minden állatnál egyébként pont a hideg miatt is oda kell figyelnünk a táplálásra. Sokkal dúsabb, vitamindúsabb, energiadúsabb tápanyagokat kapnak ilyenkor az állataink. Nyilván többet is esznek, például a szibériai tigris, amire ismét visszatérünk. Ő például majdnem kétszer annyit eszik télen húsmennyiségből, mint nyáron. Láthatjuk tehát, hogy a legtöbb állat nem jön zavarba a mínuszoktól, sőt vannak olyanok is, akik kifejezetten élvezik a telet. Ennyi volt mára a kedvenc, köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következik az Esti Gyors. Januártól már napi parkolóbérletet is lehet váltani Kecskemét egész területére a Városrendészet honlapján. Ez az opció különösen azoknak éri meg, akik csak egy napra érkeznek Kecskemétre, vagy külterületeken laknak és szeretnének pár órát eltölteni a belvárosban. Idén is rekordot döntött a Violin Maraton, melyet immáron 3. alkalommal rendeztek meg vasárnap Kecskeméten. A Kodály iskolából több mint 700-an rajtoltak el 3 távon. 7 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték a kecskeméti törvényszéken azt a 60 éves kiskunfélegyházi nőt, aki tavaly egy veszekedés során halálra szúrta élettársát, a vádlott enyhítésért fellebbezett.
Ebben a hónapban még egyszer viszik el a karácsonyfákat a kukák mellől Kecskeméten. A kukaürítési napon reggel 6-ig kell kihelyezni a fákat, még aznap elszállítják a zöld hulladékot. Lopás és rongálás miatt fogtak el egy 20 éves férfit Kecskeméten. A gyanú szerint péntek hajnalban betörte egy parkolóautó ablakát és onnan pénztárcát lopott. A rendőrök pár órán belül elkapták. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától egészen 8 óráig. Kezdésként a híradóban elmondjuk a legfontosabb történéseket, azt követően pedig itt a kiemelőben számos háttérinformációval és érdekességgel szolgálunk kedden is. Számítunk tehát holnap is a figyelmükre, további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!